Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tehát amiről beszélni fogok, az a tavalyi évi zárszámadással kapcsolatos törvényjavaslatnál a Költségvetési Bizottság ugye lefolytatta ennek részletes vitáját, és a kisebbségi véleményeket fogom önöknek elmondani. Először az én frakciómnak a véleményét fogom önöknek elmondani. Hát először is, hogyha a költségvetési tervezés három alapszámára szorítkozunk, vagyis a központi alrendszeri főszegyekre, ezek közül sem a bevételt, sem a kiadást, sem a hiányt nem tudta eltalálni a kormány, a parlamenthez benyújtott 23. évi büdzséjében, sőt még közel sem jártak hozzá. Gazdasági növekedés az önök tervezés az előirányzat szerint plusz 4,1%-os növekedést terveztek, itt előjelet sikerült maguknak téveszteniük, 0,9%-os recesszióba taszították szeretett hazámat. A második, mondjuk a fogyasztói árak, az infláció tekintetében 5,2%-ot terveztek, és több mint háromszorosát tévedtek önök, 17,6% lett az infláció végül tavaly. A háztartások fogyasztása is drámaian alakult, önök 4,3%-kal számoltak, és itt is előjelölt tévesztve 0,7%-os mínuszadat jött ki. A beruházások éves változására plusz 4,2%-ot terveztek, és mennyi lett az év végén? Hát előjelet és kétszeres szorzót tévedtek, plusz 4,2-t terveztek, és mínusz 7,8% lett. Végül, és nekem ez a legfájóbb szám szerintem a sok közül, 2352 milliárd forintos hiányt terveztek, és végül 4435 milliárd forint lett. Tehát önök nemhogy a lottót, de még a torpedó nevű játékot sem igazán kellene, hogy ezek után elővegyék. 2022 nyarán a pénzügyminiszter úr nagyon határozott stílusban adott elő, hogy milyen elszántan kitart majd a kormányzat a hiány csökkentése mellett, ezért is jelölték meg annak mértékét az előbb idézett 2352 milliárd forintban. És hogy pontosan idézem a pénzügyminisztert, szó szerint idézek tőle, most fog következni az ő szavai, az a cél sem változott, hogy megőrizzük az ország stabilitását és tovább javítsuk az egyensúlyi mutatókat, ezért változatlanul fegyelmezett költségvetési politikát folytattunk, idézett bezárva Varga pénzügyminiszter úrtól. Itt külön kiemelni még egyszer, tehát a változatlanul fegyelmezett költségvetési politikát folytatunk részt, amit miniszter úr mondott. Ugyanis azt is hozzátette tavaly még a miniszter, hogy csökkent kívánják a hiány és az államadósság mértékét. Na de tudjuk nagyon jól, hogy nem arra kell figyelni, amit mondanak, hanem arra, amit csinálnak. Mert az, hogy több mint 2300 milliárd forintos hiányt 4400 milliárd fölé sikerül felhízdani, az minden, csak nem a fegyelmezett költségvetési politika. Ami azonban a magyarok millióinak ennél sokkal jobban fájt, az egy másik hiba, amit elkövettek, az az infláció. Itt már nem csupán a tervezésük hibájáról beszélek, ugyanaz is megérne egy misét, amit az előbb idéztem, hogy hogyan írhatták le egy költségvetési törvényjavaslatban, hogy 5,2% lesz a pénzromlás üteme, miközben 17,6% lett a tényadat. Hanem arról beszélek, ami ennél sokkal, de sokkal komolyabb hiba, hogy ennek az inflációnak az oroszlán részét a Fidesz, vagyis maguk idézték elő. Igaz, ezt önök előre látták, hiszen sajtóinformációk szerint a 2022-es választás előtt lezajlott választási osztogatásuk során, aminek nem kis része egyébként államadósságot növelő hitelekből állt össze, önök nagyon jól tudták, hogy ezzel mekkora inflációt szabadítanak majd a lakosságra. Nem véletlenül tervezték masszívan túl az áfa bevételeket, kb. 1000 milliárd forint hiányzott az előirányzatból, ami arra utalt, hogy a magyar családoknak egész egyszerűen elfogyott a pénze. Ismétlem, ezt maguk előre tudták, mert ha a 27%-os áfát még kiegészítik a 4,1%-os kiskereskedelmi különadóval, hozzáadva a kormány gerjesztette 17%-os inflációt, akkor nem csoda, ha az embereknek egész egyszerűen elfogy a nehezen megkeresett pénze. Ha valami, ez az egyik legsúlyosabb hiba, amit a maguk gazdaságpolitikája 2023-ban elkövetett. Szeretném beszélni néhány szót az államadósságról, illetve még fájóban az államadósság hihetetlen drága finanszírozásáról. Először nem nagy számokat mondanék, hanem egy főre vetítve. Idén körülbelül 400 000 forint lesz fejenként minden magyar embernek, az újszülöttől az aggaskánig mindenkinek, körülbelül 400 000 forintjába fog idén kerülni, hogy az államadósságukat finanszírozza. Ez több mint 30 000 forint per magyar ember, tehát fejenként havonta.
Csak mondom, ez több mondjuk, mint a minimál nyugdíj, vagy a kétgyermekes családoknak a családi pótlék. Tehát még egyszer, az államadósságok finanszírozására minden magyar embernek havonta nagyságrendileg 30 ezer forintot kell fizetnie. Egy négytagú család mondjuk bőven több, mint 100 ezer forintot költ erre havonta. De azért mondom ezt másképp is, hogy makrószámokat is halljanak itt. Tehát többet költenek maguk sajnos az államadósság finanszírozására, mint mondjuk az egészségügyre, vagy akár az oktatásra. 2021-ben a kamatkiadások 1240 milliárd forintra lúgtak, 22-ben ez már felment 1860 milliárdra, 23-ban, amelynek ugye most a zárszámadását nézzük itt, tényadatot tudunk, 3030 milliárd forint, és idén sajnos könnyen lehet, hogy 4000 milliárd forintos nagyságrend lesz a kamatkiadásai az államadósságnak. Összefoglaltad ezt a témát, drámaian elszálltak a kamatkiadások, kb. Másfélszer annyi idén, mint a tavalyi, sőt valószínűsíthető, hogy idén több mint kétszer annyi lesz, mint 2022-ben. Hogy önök ezt hogyan finanszírozzák, ezt és milyen típusú hiteleket vesznek fel? Hát Kína felé, ha jól számoljuk, most már 800 milliárd forintnyi tételben vannak eladósítva, persze nem önök, hanem szeretett hazámat adóstották el Kína felé 800 milliárd forintos nagyságrendben. Sőt, ha van még kb. 3 milliárd forint juannyi devizakötvény is, amit idén és majd jövőre kell visszafizetni, ez olyan 150 milliárd forint. Tehát összességében lazán már 1000 milliárd forintos nagyságrendről beszélünk már, amivel Kína felé önök eladósították hazánkat, és ami már a teljes magyar devizétel állománynak kb. Negyede, és egyébként persze még orosz típusú kitettségünk is van. Ezt is érdemes lefordítani egy magyar emberre. Minden magyar ember önök miatt Kína felé már 100 000 forinttal tartozik, és ez nem olyan, amit a Temúról rendeltek, az biztos. Hogy még egyértelműen fogalmazok, az ingyenes EU források helyett, azon ingyenes EU források helyett, amelyeket szeretett hazám szerintem az önök tudatos és szándékos viselkedése miatt nem kap meg, pedig ezeket ugye megtarthatnák. Önök tehát orosz és kínai hiteleket vesznek fel. Még egyszer, minden magyar embert már eladóstottak ebbe az irányba is 100 000 forinttal, ez is maguk miatt van. Remélem, hogy az adósságcsapda veszélyéről nem kell tartanunk, bár úgy látom, hogy a piac sajnos mintha egyre inkább ettől tartana. Érdemes megnézni, hogy ilyen drámai pénzügyi környezetben, amit önök okoztak, mire költött a kormány és mit tartott fontosnak. Mert az biztos, hogy sokkal-sokkal kevesebb jutott a szociális kiadásokra, még arányaiban is. A javaslat szerint az eredeti törvényelőirányzat a GDP 27,8%-át fordította volna jóléti funkciókra, végül ez 26,9%-ra teljesült. Ezen belül a társadalombiztosítás és jóléti szolgáltások címén a GDP 15,5%-a helyett mindössze a GDP 14,3%-a teljesült. Főként a nyugdíjaknál és a szociális kiadásoknál látható, hogy a tervezethez képest kisebb ráfordítás történt. Érdemes kiemelni a nyugdíjkasszát is, amely közel 330 milliárdos hiánnyal zárt 23-ban. Nézzük a családtámogatásokat. Ezzel kapcsolatban érdekesség, hogy már a 2023-as költségvetés tervezésekor úgy tűnt, hogy a születésszám csökkenésével számol a kormány, hiszen a szülés után járó egyszeri anyasági támogatás előirányzata 12%-kal csökkent az előző évhez képest, a teljesítés még így is kevesebbel. Pedig az indoklásban ez állt, idézem önöktől, a legnagyobb érték a család, ezért a mostani rendkívüli időkben is folytatódik a gyermekvállalás és gyermeknevelés kiemelt támogatása, idézet bezárva. Azóta tudjuk, hogy sok évtized után 2023-ban született a legkevesebb gyermek 85 ezer hazánkban. Ha a szociális biztonság nem volt fontos a Fidesznek, legalább az egészségügy az volt-e? Hát a zárszámadás alapján biztosan nem. A kormány egészségügyi politikáját egy nemrég megjelent belügyminisztériumi nyilatkozat jól összegzi, a BM-től idézek most, mindenkit el tudunk látni, csupán az ellátás pontos időpontja kérdéses. Ez a kijelentés jól tükrözi a jelenlegi helyzetet, mert bár az ellátási rendszer működik, a betegek számára nem biztos a megfelelő időben történő kezelés. A várólisták hosszúsága és a kapacitási hiányok egyre súlyosabbá teszik a helyzetet. A GDP arányos egészségügyi kiadások mértéke jelentősen visszaesett a koronavírus járvány utáni időszakban. Bár a járvány alatt ideiglenesen növekedtek a kiadások, most már messze elmaradnak a 2010 előtti szintektől.
Európai Uniós összehasonlításban is alacsonyak ezek az arányok, és Magyarország a legkevesebbet költi egészségügyi kiadásokra az EU tagállamai közül. Az egyfőre jutó egészségügyi kiadások tekintetében Magyarország 2021-ben hátulról a hatodik helyen állt az Európai Unióban. Ezen túlmenően a lakosságnak a saját zsebből történő ráfordítása is növekednek. Jelenleg minden harmadik forintot, amit az egészségügyre fordítanak, a magyar embereknek a saját zsebükből kell finanszírozniuk. Ez különösen nagy terhet ró az alacsonyabb jövedelműekre, akik kevésbé képesek megfizetni a szükséges ellátásokat, így sokan maradnak ellátás nélkül. És végül azért, amire nem sajnálták a pénzt. Hát a propagandára, és a furcsa módon a propaganda miniszter alá sorolt nemzetbiztonsági szervezetekre. 2023-ban 5-ször emelték a propaganda aparázsát, a zárszámadás szerint az eredetileg előirányzott 39,5 milliárd forint helyett 57,6 milliárd forintot költöttek a Rogán Antal által irányított miniszterelnöki kabinetiroda kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladataira. Miközben a belügyminisztérium alá tartozó rendvédelmi szervek költségvetése stagnált vagy csökkent, mivel szándék sincs rá, hogy a 2015-ben elfogadott rendőri életpályamodellt érvényesítse a kormányzat, addig a Rogán Antalhoz tartozó nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése szárnyalt. Ennek okai egyébként nem olvashatók ki a beszámolókból, de az látható, hogy a szervek jelentős beruházásokat eszközölhettek. Köszönöm szépen, ez lett volna az egyik frakciónak, az MSZP frakciónak az álláspontja. Most engedjék meg, hogy a Költségvetési Bizottságnak a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagnak a kisebbségi véleményéről tájékoztassam önöket. A 2023-as költségvetés teljesítésével kapcsolatban a Jobbik nem osztja a kormány inkább pártállami időket idéző termelési jelentéseit, miként azon izzadságszagú magyarázkodásokkal is komoly fenntartásaink vannak, ahol külső hatásokkal próbálják alátámasztani még azokat a bajokat is, amelyeknek lehet, hogy a forrásuk éppen házon belül volt. Költségvetés, illetve annak teljesülésének tárgyalása során újra meg újra kötelességünknek tartjuk elmondani, hogy e tekintetben mi az alapigazság, ami az álláspontunk kialakítását vezérli. Ez nem más, mint az az axióma, amely szerint, idézem, egy ország versenyképességének legfontosabb forrása a nagy tudású, egészséges és életével elégedett lakosság, amelynek lehetősége van olyan munkahelyeken dolgozni, ahol tudását hasznosíthatja és folyamatosan növelheti, és a béréből megfelelő életszínvonalat és életminőséget tud biztosítani saját maga és családja számára. Idézet bezárva. Tehát Csat professzorasszony szavai alapján beazonosíthatjuk azokat a prioritásokat, amelyek mentén górcső alá veszük ezt a zárszámadást is. A legelején kell utalni a 17,6%-os inflációra, ami brutális sebességgel égette el az emberek pénzét, vagy tette semmivé a nominális költségvetési többletet a szerintünk nemzetstratégiai területeken is. Vizsgálódásunk alapján ki kell mondani, hogy 2023 a megszorítás éve volt, hiszen olyan a megmaradásunk és versenyképességünk szempontjából fontos kulcságazatokban csökkent drasztikusan a kiadások reálértéke, mint az oktatás vagy az egészségügy. Előbbi esetében 5,6, az utóbbinál pedig 7,8%-os visszaesésről beszélhetünk. De miközben a bűn egyre jobban árad vidéken, a rendvédelmi kiadásokat is 20,8%-os elvonás sújtotta. És hadd említsem meg a kultúra területét érintő egészen horrorisztikus 15,5%-os reálérték csökkentést is. Egészséges társadalom nélkül szó sem lehet igazi fellendülésről, ezzel szemben viszont hazánk GDP arányosan csak 4,2%-ot költ egészségügyre, ami az EU-s tagállamok sorában a legutolsó helyet jelenti. A tavalyi megszorítások tovább rontják ezt a képet, ami egy olyan kifejezetten rossz mortalitás és népegészségügyi mutatókkal rendelkező ország, mint Magyarország, de elszabaduló energiárak, valamint az államadósság megugró kamatkiadásai 3000 milliárdos többletkiadással jártak, aminek a felét különadókból igyekeztek fedezni, és ne beszéljünk mellé, az érintett cégek a különadóknak az óriási hányadát egy az egyben rá is tolták, át is hárították a magyar emberekre. A legriasztóbb azonban, amit az államadósággal csináltak, ami 2010-ben még 20 ezer milliárd forint volt, mostanra 60 ezer milliárdra hízott. Értjük azt, amikor GDP arányos államadósságról beszélnek, de a kamatterhekre a korábbi évi 1000 milliárd helyett most már 3-4 ezer milliárdot fizetünk, ami nagyságrendileg megegyezik az oktatás vagy egészségügy területére fordított összegekkel.
Ezekkel az ezer milliárdokkal csodát lehetne teremteni mind a két területen, csak hogy nem látjuk a kormány megoldás irányába mutató államadósság stratégiát. Viszont tapasztaljuk az adósrabszolgaság folytogató és pusztító hatásait, mert egészen durva, hogy idén akár már 4000 milliárd forintot fizethetünk csak a kamatokra. Ilyen irdatlan mennyiségű pénzből bőven jutna forrás a családtámogatások infláció követő vételére is. Ehelyett a kormányzati oldalon hagyták, hogy a családi adókedvezmény az egy és a három gyermekeseknél értékének több mint a felét elveszítse. Ha összeadjuk a családi pótlékot és a családi adókedvezményt, annak is hatszorosát fizetjük ki évente nagyságrendileg az államadóságnak csak a kamatterheire. A kormány politikája lényegében negligálja a lakhatási válság felszámolásának kérdését is, noha azt a Jobbik már hosszú ideje fontos célként jelölte ki. Ennek ellenére a tárgyalt költségvetés időszakban sem láttuk, hogy komoly gondot fordítanának egy átfogó bérlakásprogram beindítására. Megdöbbentő és végtelenül igazságtalan a befolyó adóbevételek mérlege. Míg a multikkal és a bankokkal keszkőskézzel bánnak, addig a magyar kisvállalkozások és a magyar emberek újra és újra azzal szembesülnek, hogy a neoliberális présadók formájában kifacsarja belőlük az életerőt. A költségvetés, illetve a zárszámadás ügyében megkerülhetetlen a forint euró árfolyam kérdése. A 400 forintos eurót a Jobbik szerint nyugodtan nevezhetjük amolyan negatív externáliának, ami ellen semmit sem tudtak és tudnak tenni, ami ezért törvényszerűen festi fel egy gyenge kormányzás képét. Nyilván vannak külső negatív gazdasági hatások, ezek meglétét a Jobbik sohasem tagadta, de a hibás kormányzati gazdaságpolitikának is óriási köze van a 400 forintos euróhoz. Emlékezzünk rá, hogy amikor a kormányrudat átvették, még csak 260 forintot kellett adni egy euróért. Egy ilyen extrém gyenge magyar forint éves szinten egy 1000 milliárdos nagyságrendű különadóval ér fel, hiszen mindennek az árát felveri. Összefoglalva tehát a leglényegesebb kifogásainkat, mármint a Jobbikét, a zárszámadásnak az államadóság elképesztő magas kamatterhei, valamint a globális nagyvállalatoknak kedvező, igazságtalanul alacsony társasági adóbevétel, illetve a magyar emberek állami megsarcolását hívejelző áfadatok alapján arra véleményre helyezkedik, hogy a kormányban a 2023-as év költségvetésének teljesítése során sem volt meg a kellő lélekbátorság a magyar nemzeti érdekvédelem megvalósításához. Ezért természetesen azt elfogadni sem tudjuk. Továbbiabban meg szeretném még osztani az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának a DK Demokratikus Koalíció képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagoknak a kisebbségi véleményét. Idézem tőlük. A most elénk kerülő zárszámadási törvénnyel nagyon sok helyen ugyanaz a probléma, ami az előző évvel volt, és akkor is szóvá tettem, hogy igazából a túl korai tervezésből adódóan az alapszámokkal is gond volt. Onnan indult el az egész, és utána az egész évet egy rendeleti kapkodás jellemezte, ami szakértők szerint több ízben megsértette a hatályos jogszabályokat, mivel az elvonta a költségvetési tanács, illetve a parlament jogkörét is. Ezek a rendeleti módosítások nem illeszkedtek abba a korábban megszokott rendbe, ami egy pótköltségvetéssel történő törvény szerinti módosítást hozott volna. Itt a számokat is nyugodtan nézhetjük, hogy gyakorlatilag a gazdaságra, a társadalomra vonatkozó számok, illetve tervek egyrészt részlegesen sem teljesültek, nagyon sokszor még az előjelet sem tudta eltalálni a költségvetés, ezért természetesen a zárszámadás próbálja ezeket a dolgokat pótolni. Úgy vélem, idézem továbbra is a DK képviselőcsoportjához tartozó tagot, hogy egy nagyobb kormányzati felelősséget várna el a társadalom is, és a parlament is, hogy egy ilyen komoly dolgot, mint a költségvetés, és annak a végrehajtását ne ilyen ad-hoc módon, és tulajdonképpen ennyire nyilvánvalóan toldozza-foldozza fogadjunk el, illetve terjesszenek elénk. Mindezekre tekintettel a törvényjavaslatot nem támogatjuk, mondta a DK képviselőcsoportjához tartozó tag a Népjóléti Bizottságban. És végül, kedves kollégák, az Európai Ügyek Bizottságának kisebbségi véleményét, a Jobbik frakciónak a véleményét fogom önökkel megosztani. Magyarország 2023-ban az uniós eljárások és felfüggesztések miatt nem fért hozzá több programból. 7 éves költségvetés 2021-27 helyreállítás és ellenálló képességi eszköz a forrásokhoz. Ugyanakkor megkapta a közös agrárpolitikából hazánkat megillető részt, valamint a 2014-20-as 7 éves pénzügyi keret kohéziós pénzeihez is hozzáfért, így jelentős összegek érkeztek.
viszont a 2021-27-es 7 éves pénzügyi keretből Magyarország tavaly csak minimális mennyiségű forrást tudott lehívni. Az államadósság kamatkiadásai rendkívül módon megnőttek, a 2021-es 1244 milliárd forinttól 23-ra 3306 milliárdra. A költségvetési törvényben az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadások címén 23-ra tervezett 2541,2 milliárd forintot, a tényleges kiadások 265 milliárd forinttal meghaladták. A jövőre nézve lépkérdés, hogy Magyarország hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz, ne kínai hitelfelvétellel kelljen ezt pótolni. Ennek érdekében meg kell felelni az unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló rendeletben foglalt jogos elvárásoknak. A kormány gazdaságpolitikájában pedig gyökeres fordulatra van szükség, alapvetőbb annál, mint ami a gazdasági semlegesség idézőjel politikai szlogánja mögött megjelenik. Ezeket szeretem, hogy elmondani kisebbség véleményeket. Köszönöm szépen!